Ceratostigma plumbaginoides, ez a nagyon nehezen kimondható latin nevű növény, ugye ez a tarackoló kétgyökér. Hát a legtöbb kerbalát ezt a növényt igazából akkor fedezi fel magába, hogyha esetleg egy olyan tudatosan megépített kertben sétál, ahol a kerttervező vagy a kerttulajdonos kerbalát az gondolt arra, hogy ősszel is legyen valami nagyon szépen színeződő, szépen virágzó évelő a kertbe, vagy pedig akkor, amikor ilyenkor ellátogat esetleg egy kertészetbe, esetleg a keresőbe beírja, hogy ősszel virágzó vagy ősszel lombozatokkal díszítő évelő. És hát igazából ezeknek a kritériumoknak mind-mind megfelel a Ceratostigma plumbaginoides, tehát a tarackoló kétgyökér. Itt most egy ládát hoztam ide megmutatni önöknek, és igazából azt látjuk, hogy ilyen bronzvörösre színeződnek a nagyon szép üde zöld levelei, tehát a lombozata, és ilyen kobaltkék virágokkal fantasztikus kontrasztot alkot. Azt szokták mondani, hogy igazából ez egy nagyon cuki kis növény, egy cuki kis évelő, és hát igazából ez valóban így van. Arra kell odafigyelni, hogy egy ilyen, ha lehet, akkor nagyon jó vízáteresztő képességű talajba ültessük, a pangóvizet nehezen tűri. Én azt tapasztalom azokban a kertekben, ahova 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt ültettem, vagy figyelem ezeket a növényeket, hogy igazából nagyon jól áttelelnek, de azért a fagyzúgos területeken, hogy esetleg a lombozatát rajta hagyjuk, vagy egy kis falevelet így rásöprünk télire, akkor az nagyon jót szokott neki tenni. Gyakorlatilag maga az egész növény egész évben mutatós, viszonylag későn hajt ki, de utána egy nagyon szép, hát azt szokták mondani persze a kritikusai, hogy hát egy jellegtelen növény, de ez nem igaz, mert magával ezekkel a deltoid alakú levelekkel is nagyon szépen díszít a vegetációs időszakban, tehát tavasszal is és nyáron, és akkor nyár végén, időjárástól függően, nyár végétől egész ősszel gyakorlatilag folyamatosan virágzik, illetve ugye ezzel a nagyon szép kobaltkék virágaival, és a bronzvörös színével pedig fantasztikusan egy nagyon szép hátteret ad ezeknek a nagyon szép kobaltkék virágoknak. Amit még olvastam róla, hogy hát a fák gyökereivel nehezen bírja a konkurenciát, és ez igazából amennyire az én tapasztalatom ezt alátámasztja, hogy egyrészt így van, másrészt az ilyen nagyon sekély, olyan sovány talajokban, ahol esetleg mondjuk, tehát mondjuk például mondjuk beültetve egy kaspóba, tehát ott, ahol igazából nincs elegendő hely a gyökérzetének, illetve annak, hogy az öntözővíz az gyorsan átfolyjon, és aztán utána eltűnjön abból a részből, ahol a gyökérzete van, ott általában azt szoktam tapasztalni, hogy valóban nem érzi jól magát. Egyébként minden kertbe ültethető, és aki tényleg szeretne, hogy egész évben legyen valami szépség a kertjébe, és így ősszel is, annak bátran ajánlom a Ceratostigma plumbaginoidest.